Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek! Évközidő 33. vasárnapján vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, megbocsátván bűneinket, vezessen el az örök életre. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, add, hogy örvendezve mindig neked éljünk, mert soha meg nem fogyatkozó és teljes öröm az, ha szüntelenül szolgálhatunk neked, minden javak szerzőjének. Mi, Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amióta nemzetek vannak. Abban az időben
megszakadó népe, mint a te van írva a könyvben. Akik a föld korában alszanak, azok közül sokan feltámadnak, némelyek örök életre, mások gyalázatra, örök távozatra. Akkor az értékelők megjelenni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik igazságra tanították sokakat, tündökölnek örökben örökké, mint a csillagok. Elszak Isten. Legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak, azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátjátok az emberfiát, amint eljön a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig. Vegyetek példát a fügefáról. Amikor már zöldelni kezd és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Itt ti is, amikor látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van már az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem egyedül az atya. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása.
Kedves testvérek, közeleg Szent Erzsébetnek az ünnepe, és a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia kérte, hogy ezt a két oldalt minden katolikus templomban a mai vasárnap olvassuk fel. Kedves testvérek, Reményi Sándor Bánkbán utolsó monológia című versében így méltatja Szent Erzsébetet, a szolgáló szeretett szentjét. Egy kicsi kisleányka csillagot. Láttam egyszer sok esztendő előtt. Pozsony várából napnyugatra ment a csillaggyermek, s szent asszonnyá nőtt. A fáma, mint a rózsa illat, nevét országokon át lengeti, bejó volna a köntöse szegélyét ájtatos ajakkal megérinteni. Szent Erzsébetet a felebaráti szeretet kiváló példájaként ismerjük. Tisztelete nem csak hazánkban és Európában, hanem szerte a világon elterjedt és élő. De mit tett ezt a fiatal nőt, királylányt, őrgrófnét, feleséget, édesanyát, majd szerzetest, akinek mindössze 24 év adatott meg e földi létben, soha el nem halványuló példaképpé? Szent Erzsébet a létező legnagyobb földi gazdagságba született, hiszen édesapja II. András Magyarország királya volt. A királylánynak 4 évesen el kellett hagyni a családját és az országot is, hiszen a kor szokásainak megfelelően szülei már kisgyermekként eljegyezték. Ettől kezdve a mai Németország területén, Türingiában nevelkedett. Hűségesen, sőt a korabeli feljegyzések szerint rajongással szerette férjét, Lajos őrgrófot. Azonban már gyermekként is különleges odaadással szerette Istent, és fordult a rászorulók felé. Az, hogy az uralkodó felesége saját kezűleg osszon alamizsnát, vagy ápoljon fertőző betegeket, kortársai és családtagjai közül is sokakból értetlenkedést váltott ki, rosszallóan nézték. Férje azonban mindenben támogatta, holott neki sem lehetett egyszerű megértenie Erzsébet miért fektet leprásbeteget saját hitvesi ágyukba, vagy osztja szét férje távol létében az éliskamra egész tartalmát. A szegények iránti határtalan szeretete és buzgósága nem lankadt férje és oltalmazója halála után sem, pedig akkor el kellett hagynia addigi otthonát. Ezt követően visszautasítva az előkelő házassági ajánlatot, szerzetes lett, hogy még elkötelezettebben követhesse Jézus példáját. Talán kevésbé ismert, hogy aszketikus életformája és életszentsége Gertrud lánya számára is vonzó, követendő példává vált, hiszen őt is a boldogok között tartja számon a katolikus egyház. Szent Erzsébet nem csak ismerte a Szentírás szavát, hanem életre is váltotta azt. Ferenc pápa is erre hívta fel a figyelmünket tavaly tavasszal Budapesten, amikor a Rózsák terén, amely Szent Erzsébet leghíresebb csodájáról kapta a nevét, az ő tiszteletére szentelt templomba látogatott. A szegények és rászorulók állnak, ezt soha el ne feledjük, az evangélium középpontjában. Jézus ugyanis azért jött, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek. Szent Erzsébet példája arra is tanít minket, hogy bármilyen élethelyzetben éljünk is, segíteni mindig tudunk. Mai rohanó világunkban nagyon nehéz lehet, hogy ne csak a saját életünkre, problémáinkra figyeljünk, hiszen nap mint nap hallunk a háborúk borzalmairól, tapasztaljuk a felgyorsult és Istentől egyre inkább elforduló világzaját, és sokszor úgy tűnik, már az is meghaladja erőnket, hogy megvédjük családjunkat, szeretteinket, baráti kapcsolatainkat. Sokszor úgy érezzük, hogy ezen túl többet már nem bírunk. Ilyenkor kell, hogy eszünkbe jusson Szent Erzsébet példája, aki minden akadály ellenére a hétköznapokban odafordulásával, figyelmével, önzetlen munkájával mutatta meg végtelen szeretetét a szegények iránt. Ha a Caritas védőszentje ma közöttünk lenne, örömmel látná, hogy a szervezet támogatásával évről évre több mint 4000 hátrányos helyzetű gyermek nyaralhat ingyenesen a Caritas táborokban. Közel 10000 gyermek kezdheti meg a tanévet új iskolatáskával, tanszerekkel, és hogy több 10000 család részesülhet támogatásban a lakhatást, a felzárkózást és az öngondoskodás segítő programoknak köszönhetően. Az árvízi védekezéseknél a Duna mentén is kint voltak sokan a gátakon a Caritas munkatársai, önkéntesei, segítették a védvonalak megerősítését és a védekezők ellátását. Mindenkit buzdítunk, hogy az előttünk álló hetekben kapcsolódjon be a katolikus Caritas adventi segélyprogramjaiba.
tárjátok ki a szíveteket, angyalbatyú, valamint 1 millió csillag a szegényekért, amelyeken keresztül kicsit mi is megélhetjük Szent Erzsébet, másokért cselekvő szeretetét. Mindez könnyen megtehetjük novembertől december közepéig, az országos gyűjtőpontokon és az iskolákban. Bizalommal kérjük híveinket, hogy adományaikkal november 24-én járuljanak hozzá a rászoruló magyar családok sokoldalú támogatásához. Végezetül 16. Benedek pápa gondolatait fogadjuk a szívünkbe. Ha megengedjük, hogy Krisztus szeretete megváltoztassa a szívünket, akkor az egész világot meg tudjuk változtatni. A hiteles boldogságnak ez a titka. Kelt Budapest 2024. november 15-én. Kérjük testvéreim Isten kegyelmét, hogy életünk végső céljáért, az örök üdvösségért minden áldozatra készek legyünk. Igazságos Istenünk, hisszük, hogy egyszer mindenkit számadásra szólítasz. Segíts bennünket, hogy az ítélet napján az áldottak között lehessünk, Krisztus a mi Urunk által.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy a fölségednek bemutatott áldozati adomány szerezze meg nekünk a szívbéli odaadás kegyelmét, s vezessen el az örök életre Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig s mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a halandó emberen, és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást. Így amit veszteségnek tartunk, azt üdvösségünkre fordítod, Krisztus a mi Urunk által. A te felségedet ő által a dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Ad kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, s velük együtt szüntelen újjongással zengjük. Szent vagy Istenünk, s méltán dicsői téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, s néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk a Szent Lélek által, szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, kinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, s neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyeressük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, s minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget.
Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadj be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi a te, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, te szabadíts meg a Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, kik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékait. Alázattal kérünk, hogy amit szent fiad az ő emlékezetére cselekednünk rendelt, növelje szeretetünket Krisztus, ami Urunk által. Szent József házban lelki gyakorlatot szervezünk november 25-én, 26-án és 27-én. Kérték, hogy hirdessem ki, Sekrestyében további információkat kaphatunk ezzel kapcsolatban, amit minden évben egyébként is mindig meg szoktunk rendezni. Várjuk a kedves híveket ezekre a napokra. Áldott szép hetet kívánunk! Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten! Az Atya és a Fiú és a Szent Lélek. Szent mise véget ért, menjetek békével.